Jó estét kívánok, kedves nézők! Irodalommal kezdünk egy nagyszerű hírrel. Nagy Zsuka, primadíjas vendéget köszöntök elsősorban itt a stúdióban, vagy elsőként tulajdonképpen. Gyakorlatilag most már nagy rutinod van a díjak átadásában. Legutóbb ugye a Tokaji Írótábor egyik díjazottjaként voltál itt nálunk. Hát lehet, hogy nagyon egyszerű a kérdés, de számítottál erre a díjra, vagy nagy meglepetés volt? Hát nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, egyáltalán nem számítottam erre a díjra. Már eleve a jelölés is nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon köszöntem akkor is magamba, és ott is, amikor ki kellett állnom és néhány szót mondani, hogy személyemben egy fiatal középgeneráció munkáját is érdemesnek tartották arra, hogy egy ilyen nívós jelölést kapjon, vagy kapjék, és az, hogy egy prima külön díjas is lehettem, hát az álmaimban nem gondoltam volna, még ha közhely is, de ez pedig leginkább azt, amit éreztem. Ilyenkor, igen, mert valóban fiatal vagy, ilyenkor ugye az ember elgondolkodik azon, hogy Istenem, ezek a díjak azért egy elég nagy súlyok is, tehát akarok-e még díjakat az életemben elérni, vagy ez már tulajdonképpen, hogyha már semmi más nem történik, akkor is elismerése annak, hogy valamit csináltam, és akkor már csak kedvből, szerelemből írok tovább. Egyáltalán fontos-e az ilyenfajta visszajelzés számodra? Természetesen az ember nem a díjakért ír és alkot, az már úgymond régen rossz, vagy régen nem az, aminek lennie kellene, de természetesen egy nagyon-nagyon komoly visszajelzés, hogy az embernek, tehát az emberre szüksége van a világnak, úgymond, amit ő tud, hogy kicsit ilyen fennkölt legyek, de szóval komoly visszajelzés is, de nem ezért csinálja az ember. Hát pénteken végig szorongtam az egész ünnepséget, előtte és utána is, díjátadó előtt is és után is, és a barátaim és a szeretteim, kollégáim gratulációi és szeretete és kedves szavai oldják bennem ezt a fajta szorongást, amit te is mondasz, hogy mégiscsak valahogy kicsit teher, vagy felelősség, vagy nem is tudom, hogy most hogy kell viselkedni, vagy hogy nem. Ugye letisztul ez, meg az ember könnyebb lesz, és nagy-nagy öröm ez persze, csak én szorongásként éltem meg, alkati kérdés bizonyára, tehát nem díjátadókra vagyok predesztinálva, hanem arra, hogy üljek a kuckomban, és alkossak, és írjak, és hogy egy ilyen fajta fajzat eszébe jut egy bizottságnak, az megnyugtató is, és felemelő is, és jó is. Azt értem, hogy az elején szorongsz, de hogy utána is? Igen, utána is. Én nem is tudom definiálni most itt a nagy közönségnek. Próbálom magam boncolgatni, hogy mi ez nálam, alkati kérdés. Akkor is benned van ez, ha mondjuk egy sokkal meghittebb hangulatú, mondjuk egy író-olvasó találkozón kell megmutatkoznod, vagy közelengedned magadhoz az olvasóidat? El is változó az ember, milyen a hangulata, milyen a kedve, mennyire kipihent, mennyire van helyén a hely, a személy, akivel beszél, de hát ilyen abszódikus alkat vagyok, egyszerűen nagyon laza tudok lenni és vagány, és egyszerűen meg olyan szorongás kap el, hogy nehéz kezelni. Ez egyáltalán nem baj, ha az ember író, mert hogy nagyon színes lehet a maga az, ami ebből a fajta sokszínűségből ugye megszületik. Arról beszélgettünk itt még a műsor előtt, hogy hát azért írónak is nehéz lehet, de hát olvasónak sem egyszerű lenni ma ebben a világban, mert ugye túlkínálat van a könyvpiacon is, és még tényleg a szép irodalom, vagy a valóban olyan irodalomban is, amit érdemes lenne elolvasni. Tehát az ember annyira hangyának érzi magát ma már egy könyvesboltban, és én legalábbis úgy vagyok, hogy Istenem, hát annyi mindent lenne jó magamévá tenni és beszívni ezt a tudást, de hát erre ugye nincs idő, és egyáltalán mi alapján válogassak. Tehát, hogyha valóban van időm, és elmegyek egy könyvesboltba, akkor is el kell töltenem másfél órát, mire ráakadok arra a kincsre. Hogy érzed, hogy ki az, aki ebben a versenyben igazán íróként győztes tud lenni? Akinek nagyon jó a marketingje, vagy aki már tényleg nagy név a szakmában? Igen, igen, a kérdésben benne is volt szerintem a válasz is, igen.
Hogy nehéz erre válaszolni, mert rengeteg féle típusú író van, ahogy ember is, ahogy pék is, ahogy tanár is, ahogy kereskedő is. Szükséges, hogy az emberre a figyelmet felhívják valamilyen szinten. Valaki ezt jól viseli, valaki nem, valaki eleve jobban jelen tud lenni, valaki kevésbé. Hát az ember nem biztos, hogy a mának ír csak, hanem az embernek az a dolga, hogy írjon, aztán majd a jövő kiszűri, hogy ő kicsoda volt és micsoda volt. Az, hogy kispont az ember, az mindenhol így van, a könyvesboltban, a világban, egy üzletben, a csillagos ég alatt, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, az ember csinálja a dolgát, aztán majd lesz valami. De ezek a díjak azért is jók, hogy az ember megjelenik, mond magáról egy-két dolgot, vagy szimpatikus lesz, vagy nem. Nagyon-nagyon szubjektív dolog ez az irodalom, de az embernek írnia kell is, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ugye az ember, vagy egy író ír azért, mert ott van az ihlet, és valamit szeretne kifejezni. Mi a helyzet akkor, amikor felkérik arra, hogy valamit írjon, akár egy köszöntőt, akár egy forgatókönyvet, itt is mondjuk ugye nagyon színes lehet a paletta, vagy egyáltalán vannak-e neked ilyen jellegű írásaid, amikor valaki kifejezetten megrendel valamit? Igen, ezt nem hagyhatom ki, hogy a határidő az nagyon komoly múzsa, tehát ezt mindenki elmondja, azért is mosolyodtam el, hogy ez egy örök igazság, örökzöld igazság, de vannak különböző felkérések, például nagyon szeretek kiállításokat megnyitni, nagyon szeretem a vizualitást, a képeket, a festészetet, a képzőművészetet, nagyon izgalmasnak tartom a vers, a szó és a képiségnek a koprodukcióját, tehát többször vannak ilyen felkéréseim. Aztán... Van olyan terület, amiben szívesen belecsöppennél? Mondjuk akár egy forgatókönyvírásba, vagy akár mondjuk a színház felé van-e affinitásod? Igen, tehát novella írás érdekel, regény, színház, képzőművészet, igen, nagyon izgalmasnak tartom, zene, tehát abszolút hozzáraknak szerintem a vershez, a költészethez ezek a dolgok. Mind dolgozom most éppen? Most éppen, mielőtt jöttem, egy újabb kéziratot csiszolgattam. Az lesz a címe, hogy Delej, ez a munka címe. Már készen van egy másik kézirat, annak pedig a Pigment a címe, két verses kötet. Hát ugye úgy tűnik, hogy nagyon termékeny vagyok, ami igaz is a mostani időszakra, de az elmúlt 10 évnek a hozadéka ez, hogy most összesűrűsödik. Ahogy most itt rám zúdulnak ezek a díjak, és viselni kell őket, úgy a kéziratok is egyre inkább készen vannak, úgy tűnik. De egy regénytervem is van, novellás kötet tervem. Azért tehát... azt még mondjuk el, hogy a kiadód színeiben is élen jársz. Igen, pont tegnap kaptam egy jó hírt, hogy az Orpheus kiadónál, aki kiadta a könyvemet Budapesten, ez egy kisebb kiadó, ott én lettem a 2017-es év szerzője, ez azt jelenti, hogy a leginkább az én kötetem fogyott el, és 2-3 éve csinálnak egy ilyen díjat, hogy azokat értékelik, akiknek a könyve a legjobban fogyott. 3 kiadó van ebbe, a Magyar Napló kiadó, a Szép Halom kiadó és az Orpheus kiadó. Hát köszönjük szépen, Nagy Zsukát látták, hallották, primadíjas költünk, írunk, további nagyon sok sikert, és tényleg azt kívánjuk, hogy az ihlet mindig ott kerengjen körülötted, bármerre is jársz. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi programajánlóval folytatjuk, utána pedig egy Oscar-díjas óvodapedagógussal jövünk vissza. Kölcsei Televízió stúdiójában már járt Oscar-díjas pedagógus Roma Ádám személyében, de
Oscar-díjas óvodapedagógus még nem, aki egyébként nem csak az Oscar-díjban, hanem az élet nagyon sok más területén is jeleskedik, igazi színes egyéniség, Mudriné Rescu Szilvia. Szia Szilvi, most volt a névnapod, ugye? Igen, ezen a héten, igen. Úgyhogy Isten éltesen boldog névnapot kívánok. Kisvárdáról érkeztél, igen, egy olyan óvodából, ami azt gondolom, hogy sok szempontból példaértékű lehet, nem csak ebben a megyében, hanem egész Magyarországon, hiszen nagyon-nagyon sok újdonságot vezett be, és ezt nem csak az óvodások örömére teszitek, hanem ugye az óvodapedagógusok is elzarándokolnak hozzátok ebbe az óvodába. Beszélgettünk itt adás előtt, és mondtad, hogy már több mint 10 éve dolgozol itt ebben az óvodában. Mi volt a motiváció? Miért éppen óvónéni lettél? Hú, ez nagyon messzire nyúlik vissza. Az édesanyám mesélte, hogy amikor egészen pici lány voltam, akkor megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, és volt egy nagyon kedves óvónéném, akit úgy hívtak, hogy Anci óvónéni, és közöltem lelkesen, ha nagy leszek, Anci óvónéni leszek. Hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezek olyan mély érzelmek, amiket az óvisok, meg a kisiskolások ugye a tanítónéniük felé táplálnak, hogy sokszor az anyukák riválisnak élik meg az óvónénit, mert az óvónéninek a szava, az felülír mindent, és amit, igen, az óvónéni vagy a tanítónéni mond, az úgy van. Egy viszont biztos, hogy ebben az elmúlt 10 évben borzalmasan gyorsan változott a világ, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeket már nem lehet összehasonlítani azokkal a gyerekekkel, akikkel 10-12 évvel ezelőtt kezdtél el foglalkozni. Egy nagyon különös dolog miatt hívtunk be tulajdonképpen téged, youtuber óvónéni lettél. Mit jelent ez pontosan? Hogy képzeljék el ezt a nézőt? Hát a youtuberség az a kislányomtól indult, aki 12 éves és nagy rajongója a YouTube csatornáknak. Igazándiból én nem is ismertem, hogy mi is ez a fajta stílus és irányzat. Ő tanított meg arra, hogy mi a bloggerkedés és a vloggerkedés közötti különbség, mutatott jó néhány videót, és azt mondta, hogy anya, ez egy fantasztikus világ. És nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit is tudnék az én szakmámon belül még újításként átadni az óvodapedagógus társaimnak, illetve a szülőknek is, és a gyerekeknek is, és nem utolsó sorban önmagamnak is. És akkor eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha összekapcsolnám ezt a 21. századi vívmányt, ezt a vloggerkedést egy kicsit a munkámmal, hiszen egy olyan fajta színes dolgot szerettem volna tenni, ami figyelemfelhívó, érdekes, motiválja az embereket. És akkor megszületett. Igen. Azt mindenképpen fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem egy öncélú bloggerkedés, abszolút vagy nem egy youtuberkedés. Ugye azok, főleg a fiatalok, akik követik ezeket a youtubereket, azok már ők maguk is el tudják dönteni, hogy ki az, aki tulajdonképpen csak a népszerűségért való küzdelemben, igen, csinál valamit, vagy ki az, akinek szól valamiről a csatornája, és akkor az látszik azoknak a számában, akik követik ezt. Ugye itt nagyon sok dologról beszélhetünk, talán egy picit arról is kellene szólnunk, hogy az óvodások kezében bizony már ott van az okostelefon, ott van a tablet, vagy bármilyen módon már szinte úgy születnek meg, tehát ezzel a mozdulattal próbálnak már ugye mindent, még sokszor a füzetet, meg a könyvet is, tehát hamarabb van a kezükben már okostelefon, mint ceruza, tehát ceruzafogás nincs, de már pontosan ezeket ugye tudják, igen, használni. Sokan azt mondják, hogy ráérünk ezzel, nem kell a gyerek kezébe adni. Én magam is azt vallottam sokáig, hogy próbáljam őket megkímélni, mert hogy előbb-utóbb. De aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag nem tudjuk. Ez a világ, ez arról szól, hogy ha megvonom tőle, akkor perifériára kerül, mert egész egyszerűen nem tud kapcsolódni a többi gyerekhez, akinek van egy ilyen élménye. Tehát fontos az, hogy szembenézzünk vele, hogy ez van. Tehát hiába mondjuk azt, hogy nem jó vagy jó, ebben lehet azt gondolom vitatkozni, de ott vannak a telefonok. Hogyan lehet egy óvodást jól megtanítani, használni ezeket a készülékeket? Nagyon nagy kérdés az óvodapedagógus társaim között is, hogy beszabad-e engedni az okostelefont, az internetet, az IKT eszközök használatát a csoportszobába. Én, mint zászlóvivő, hiszem és vallom, és hirdetem is, ami eléggé nehéz, mert
nagyon sokan sokféleképpen állnak e mögé, a zászló mögé, hogy bizony kötelező, hogy beengedjük az óvodai csoportba. Ezek a gyerekek, akik bent vannak a köznevelési intézményben, bármelyikről legyen szó, óvodáról, általános iskoláról, középiskoláról, már úgy születtek, hogy a Google az körülöttük volt. Nem kérdés, hogy használhatják-e, hiszen beleszülettek. És szükséges az generációnak az igény szintje az, és a mostani világnak a kihívásai az, hogy az internet felhasználással tisztában legyenek. Többek között az okostelefon használatával is. Én az okostelefont úgy emelem be a mindennapi tevékenységeim közé, hogy az nem hátráltató tényező, és nem időkitöltés, nem öncélú lapozgatás vagy videójátékok használata, hanem fejlesztés céljából. Én fejlesztő pedagógus is vagyok többek között, és nem tudok a fejlesztő pedagógusi mi voltomnak, hogy is mondjam, kiiktatni, abszolút nem tudom, és nem is akarom. Tehát az okostelefont is úgy használom, hogy ki tudjam belőle venni azokat a területeket, amivel a gyerekeket olyan szinten motiválom, és olyan szinten fejleszthetem, ahogyan esetleg a hagyományos pedagógiai módszerekkel nem tudnám. Feltettem a YouTuber Ovonini oldalra egy egész 56 perces szakmai anyagot, amit a gyerekekkel vettünk fel, és ott hűen tükröződik az, hogy olyan gyerekeket tudok megmozgatni, végig motivált helyzetben tartani, akik esetlegesen más körülmények között nehezebben jönnének be feladat helyzetbe, nehezebben hagynák ott a szabad játékos tevékenységeket. Itt egy indirekt irányítással történő tevékenység zajlik, ami folyamatosan fenntartja a figyelmet a gyerekeknél. Különböző területeket tudok fejleszteni vele, vagy tudtam fejleszteni vele. Testsíma fejlesztés, kognitív funkciók, térirányok, csapatépítés. Tulajdonképpen mindenre fel tudtam használni, amire csak akartam. És ezt használom. Ezt használom ki a tevékenységeim során a mindennapokban az IKT eszközök felhasználásával. Hát én azt gondolom, hogy nehéz helyzetben vagy, úttörőnek meg forradalmárnak lenni mindig nagyon nehéz. Talán a jövő majd visszaigazolja azt, hogy jó irány volt. Általában ugye, amikor majd ezekből a gyerekekből mondjuk már egy olyan középiskolás lesz, ahol teljesen természetes, hogy a tableten kapja, vagy interneten kapja meg az anyagokat, már talán nagyon kevés könyvet használ, mert tényleg nem kell kivágni még nem tudom hány millió hektár erdőt, hiszen ugye itt vannak ezek az eszközök, akkor valaki azt fogja mondani, hogy milyen jó volt, hogy az óvónéném annak idején 2017-ben a kezembe adta, és sokkal könnyebben megy minden. Hol tudjuk megnézni a csatornádat? Tehát mit kell beírni annak, aki kíváncsi arra, hogy mi folyik Kisvárdán, és esetleg e mögé, a zászló mögé odaállna a szülőként, óvónéniként, beépítene belőle egy-két dolgot a saját nevelési elveibe. YouTuber Óvónéni néven fut a csatorna, nagyon friss és nagyon új, néhány napja tudtuk feltölteni az anyagokat, természetesen ez több idővalumot foglalt magába, tehát már régebben nekikezdtünk ennek a munkának. Most lettek készen az anyagok, sikerült úgy összevágni olyan minőségben, hogy abszolút élvezhető mindenki részéről, úgyhogy akit érdekel, YouTuber Óvónéni. Hát köszönjük szépen, akkor reméljük, hogy itt a Weekend is elkerül majd erre a csatornára, és majd 10-15 év múlva milyen jó lesz visszanézni, hogy a kezdeteknél mi a Kölcsei Televízió is jelen voltunk. Sok sikert kívánunk, és puszíjuk az óvodásokat. Átadom. Kedves nézők, az internet világából pedig hamarosan a színház világába érkezünk. Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója lesz a vendégünk. Nyíregyházában többek között az is nagyon jó, hogy roppant jól lehet közlekedni így este felé, úgyhogy kérják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház direktora hamarosan már a színházba lesz, hiszen premierre készültök. Hát azok, akik nagyon szerencsések, azok már otthon is szerintem az utolsó parfümöt nyomják magukra, és készülnek a premierre. Mit láthat ma ezt a publikum? Így van, néhány perc múlva el kell induljak.
a Kamara színpadon fogjuk bemutatni a Linen szépe című produkciót, amit Göttinger Pál kollégám fog rendezni. Ugye ő a színháznak a főrendezője is egyben. Nagyon izgalmas próba folyamaton vagyunk túl. Mondhatom azt, hogy ugye én már láttam több próbát, több színészünknek is, konkrétan Pregicer Fruzsinának is és Kuti Patriciának is úgy érzem, hogy pályafutásuknak egyik kiemelkedő alakítása, de mindenképp Nagy Idai Gergőt is ki kell emeljem, és Martinkovics Máté, aki a Főfőnök című előadásunkban az előző évad végén már bemutatkozott, most ismét megmutathatja tehetségét. Egy kicsit talán az előadásról, egy nagyon picit talán a tartalmát úgy meséld el, hogy ezen előjünk le. Igen, próbálok nem spoilerezni, de az alaptörténet az egy együtt élő anya és lánya kapcsolatát boncolgatja, ami ugyan szeretetet is takar, de elég sok gonoszságot is fel lehet fedezni az ő viszonyukban. Ez az anyuka nem nagyon szeretné, hogyha a lánya kirepülne a házból, és 40. életévéhez közelítve természetesen a lány egyre inkább kétségbe kezd esni, és hát nem kell mondjam, milyen konfliktusok alakulnak ki ebből a helyzetből. Természetesen egy udvarló is képbe kerül. Ha ennél többet mondanék, akkor már valamit lelőnék belőle. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy ez lehet tényleg egy nagyon, tehát egy olyan társadalmi jelenséget boncolgat, ami ugye ma már eléggé jellemző, nagyon sokan a Mama Hotelben töltik még a főiskolai egyetemi éveik után is jó pár évet. Hát sok sikert kívánunk akkor. Köszönöm szépen, színészeknek. Nagyon izgulunk. Nagyon érdekes egyébként ez a színházi évad, sok visszajelzést kapok én magam is kollégáimtól, hogy ezt feltétlenül nézd meg, ezt feltétlenül nézd meg, ezt a darabot vagy a másikat, mert nagyon jó, nagyon izgalmas, tehát tényleg sikerült egészen magasra felhelyezni azt a bizonyos mércét. Ennek külön örülök. Ugye az előző évadban még voltak olyan kötelezettségeim, előszerződések, ígéretek, amik valamennyire befolyásolták az előző évad összeállítását. A mostani évad viszont az már teljesen az én ízlésem szerint van összeállítva, úgyhogy ezért különösen örülök, hogyha pozitív visszajelzéseket kapok. Nem mintha az előző évadról nagyon rosszakat kellett volna halljak, és hát még nagyon az elején vagyunk, tehát még egy nagy színpadi bemutatónk és egy kamara bemutatónk volt eddig, és hát ne felejtsük el, hogy jövő héten az Illatszertár bemutatója van, amit az ország egyik legjobb rendezője fog színre vinni, és hát tényleg a színészeink színe java ott lesz a színpadon. Gondoltad volna mondjuk, nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt, hogy egyszer ilyen feladatokat kell majd ellátnod? Vagy volt erre mindig igazából is vágyad? Igazából én még 2 évvel ezelőtt sem gondoltam, hogy valaha igazgatnom kell a színházat. Ugye a véletlenek úgy hozták, hogy átmenetileg megkaptam a lehetőséget, és amikor egyre több biztatást kaptam, hogy jó, amit csinálok, és szeretik a nézők, akkor egyre inkább úgy éreztem, hogy tehetek valamit a Móri Zsigmond Színházért, és ezáltal talán a városért is. És hát persze, ami nekem nagyon fontos volt, hogy a kollégák is, színész kollégák is úgy érezzék, hogy szakmai színvonalban is előre tudunk lépni. Az egyéb dolgok azok bennem voltak, tehát 13 évet töltöttem előtte a színházban. Gazdaságilag mindenképpen tudtam, hogy mi az irány, ahova lépnünk kell. Ezt így, hogy a művészeti tervvel is össze tudtam hangolni, így sokkal inkább lehet koordinálni a dolgokat. Lehet valahol Magyarországon színház igazgatóságot egyébként tanulni? Vagy van olyan színház, ami mondjuk példaszámodra, vagy esetleg nem is Magyarországon kell keresni talán a titkot, hanem akárhol Európában vagy a világban? Hát konkrétan ilyen, hogy színházigazgató képzés ilyen biztos, hogy nincsen. A legtöbb színházban az igazgatók vagy színészek, vagy rendezők. És legtöbben párhuzamosan gyakorolják is a mesterségüket.
Az utóbbi egy-két év tendenciája, hogy jogászokat vagy közgazdászokat neveznek ki igazgatónak. Nyugat-Európában, Amerikában szinte kivétel nélkül ez így működik. Tehát ott menedzsereket tesznek egy-egy színház élére, és ugyanúgy, mint egy más hasonló vállalkozás, gazdasági szemlélet is nagyon fontos az irányításhoz. Természetesen mindenhol szükség van egy olyan művészeti vezetőre, nálunk főrendezőre, aki megfelelő tanácsokkal el tudja látni ezt a menedzsert. Én is természetesen csak így érzem magam biztonságban, hogy ilyen ember vagy emberek vannak mellettem, de az érezhető, hogy valamennyire ez tendencia, hogy így lehet jól csinálni egy színházat. Példaképként művészileg és szakmai vezetés szerint is azért külön lehet ezt választani. Például az Örkény Színház, Radnóti Színház szakmailag nagyon közel áll hozzám, vidéki színházak közül talán Miskolcot és Kecskemétet emelném ki. A gazdasági szempontokat, azokat mindenképp a magánszínházakra vetíteném, mert Pesten azért van jó néhány olyan magánszínház, ami állami támogatás nélkül is működőképes, és nagyon sok mindent el lehet lesni tőlük. Tehát amikor plusz forrásokat szeretnénk a színháznak találni, akkor nem feltétlenül csak állami vagy önkormányzati támogatásokban, plusz támogatásokban lehet gondolkodni, hanem vannak más módszerek is, hogy növeljük a bevételünket. Igen, én közben azon gondolkodtam, hogy valóban ez a menedzser szemlélet jó, hiszen el kell adni az előadásokat. Ugyanakkor sokszor ugye probléma lehet, hogyha túlságosan is benfentessé válik a vezetés, tehát hogyha valóban színészek vagy rendezők irányítják, hiszen valahol azért a néző igényei lehet, hogy jobban megjelennek, hogyha egy kicsit laikus a vezetés, tehát olyan szemmel néz és választ, amit ő maga is szívesen megnézne, és nem távolodik el a színház és a néző. Mind a mellett persze kell az, hogy a színház megmutassa a világot, egy picit emelje az embert, ne hagyja ott azon a szinten, ahol egyébként talán lustaságból, vagy azért ott maradna, hogy ne kelljen szembesülni esetleg mondjuk társadalmi problémákkal. Robi, már csak egy kérdés, úgy látom, hogy Hernádi Judit dobókat a Pásztor Erzsi is hamarosan itt lesz. Így a Móri Zsigmond Színházban, gyorsan ajánljuk őket. Igen, hát már az előző évadban is úgy gondoltam, hogy a két ünnep között a Nyíregyház, illetve a Nyíregyháza környéken lakók megérdemelnek egy kis extra szórakozást. Ezt most Vidor Extrának vagy Vidor Plusznak neveztem el. Méghozzá olyan elképzelésem volt, hogy sokan a Vidor Fesztiválon lemaradtak egy-egy szuper jó előadásról, és most szerettem volna, hogyha van lehetőségük ezt bepótolni. Na, a Nyolc Nő az pont nem ilyen. Ott annyi volt a történet, hogy a játékszínnek a vidoros előadást, a kölcsönlakást nem tudtuk elhozni egyeztetési okokból, viszont ajánlották helyette ezt az előadást, ami szintén egy fergeteges krimi vígjáték, ahogy mondtad, remek főszereplőkkel, de a Kutyaharapás, ami még mellette lesz Mucsi Zoltán főszereplésével, vagy a Telefondoktor Göttinger Pállal, és a Harper és Johnson Székhelyi Józseffel, Trokán Péterrel szintén feledhetetlen szórakozást ígér. Vagy kiváló ajándék lehet Mikulásra egy ilyen jegy, vagy karácsonyra is, úgyhogy a Színházi Jegyirodában nagyon kedves kolléganőit készséggel állnak a nézők rendelkezésére. Köszönöm szépen, és jó szórakozást! Gondolom, te már tudod, hogy mi a poén, de ettől függetlenül biztos, hogy így van, de attól ugyanúgy izgulok. Nagyon szép este lesz. Kedves nézők, mi pedig a híradó után újabb vendégekkel várjuk Önöket, maradjanak velünk!